Gépdaráló aprítja a húst a házi szalámihoz. Így készült az az élelmiszer is, amit a két férfi lopott el egy kölesdi házból. Egyik besúrant a nyitva hagyott kapun, míg a társa a kazánházból elvitte az ott száradó két füstölt terméket, csak hogy a ház tulajdonosa észrevette őket, egyik őket a helyszínen elkapta, a másik tolvajt pedig a rendőrök találták meg. A szalámik addigra már megrongálottak, így azokat nem tudta megenni a készítőjük, az ügyben most született bírósági ítélet. A Szexádi Járás Bíróság bűnösnek mondta ki a vádlottat bűnsegédként elkövetett lopás büntettében, ezért őt, mint különös visszaesőt, 10 hónap börtönbüntetésre ítélte, azonban ennek végrehajtását kettő évi próbaidőre felfüggesztette. A tolvajoknak emellett a szalámik 7500 forintos értékét is meg kell téríteniük. A most elítélt férfinek nem most először gyűlt meg a baja a törvényjel. A bíróság az eljárás során súlyosító körülményként vette figyelembe, hogy a vádlott volt már büntetve, ö, hasonló vagyon elleni bűncselekmények elkövetése miatt különös visszaesőnek minősül. Az ítélet jogerős, mert az ellen senki nem fellebbezett.